Sziréna. Hölgyeim, uraim! Feltehetően gyújtogatás miatt égett le egy presszó Pécsett kertváros határában. A rendőrség közveszélyokozás miatt indította meg a büntető eljárást. Hatalmas robbanás volt, és két lángoló ember jött ki az épületből. Lángoltak. Nagyon égtek? Nagyon égtek. Jöttem felül, kiabáltam nekik, hogy feküdjenek be a hóba. Feltrengjenek be a hóba. Elaludjon a láng. Hogy elaludjon a láng, igen. De hát, hogy feltrengett, fölkelt, futott lefelé, akkor megint valószínűleg elesett. Akkor megint vetrengett, én egyfolytában mondtam neki, hogy feküdjön be, odaértem, még mindig lángolt a ruha rajta. Akkor leszett ezt a ruhát? Leszettem le róla a ruhát, igen. Volt egy nő is, az is megégett? Volt egy nő, annak a lábai, tehát ő inkább alulról égett. A férfinek annak a háta, a hátán láttam nagy sérülést, egy égési sérülést. Nem várták meg a mentőt, mivel mentek el? Elszaladtak, átmentek az úton, akkor már kiabáltak neki a izék is, hogy hívtuk a mentőt, maradjanak. Jön a mentő, és egy ott a parkolóban egy 50 méterre lejjebb volt egy ponyvás teherautó. Azzal mentek el. Kis ponyvás teherautó, és ottba szálltak be, és abban mentek el. Valós volt a jelzés, a teljes presszó teljes terjedelmében égett. Feltételezhetően nagy robbanás volt. Feltehetően gyújtogatás eredményeképpen gyulladt ki, és a két gyújtogató vélhetően ők éghettek meg. Helyszín átvizsgálás alapján arra következtetünk, több helyen találtunk üzemanyag tároló edényeket az épület körül, ezzel locsolhatták be. Feltehetően a gyújtás, begyújtás pillanatában belobbant az üzemanyag gőze, és ebben éghettek meg ők is, és ez okozta azt a robbanás hatást, ami a nyilazárokat is az épületből kirobbantotta. Itt minden tönkre ment, a födém az leszakadt, csak a falak állnak. Hamar sikerült megfékezni a lángokat? Rendkívül intenzív égés volt, kiérkezéskor már teljes tetőszerkezet égett, részben berogyott. Hát a lángok eloltását körülbelül 7-8 percen belül nagy erőkkel, 7-8 sugárral sikerült megfékezni. A házból kirohanó két égő személy, egy hölgy és egy férfi később előkerültek, súlyos állapotban szállították őket a Honvéd Kórház égési osztályára. Hozzátartozójuk azt állította a rendőröknek, hogy valóban bent voltak az épületben, ám rájuk gyújtották azt, csak nehezen tudtak kijutni, ijedtükben mentek el onnan. Sajnos történt még egy tűz a héten Pécsett, itt egy hajléktalan életét vesztette. A vizsgálat még tart ebben az ügyben is. A Nagy Árpádi út mögött, a Nagy Árpádi út 15 mögött bódét láttak égni a bejelentők. Később a vonulós egységeket már értesítette a bejelentő az ügyeleten keresztül, hogy tudnak arról a környékben lakók, hogy ezekben a bódékban hajléktalanok húzzák meg magukat. A felderítés során egy emberi holttestre bukantunk, mely emberi holttest körülbelül olyan 85-90%-ban a tűz martaléka lett, tehát jelenleg a személy azonossága nem megállapítható. Találtunk egy dobkályhát, egy öntött vas dobkályhát, ami közvetlenül a föllelt holttest mellett található, és véleményünk szerint, vagy van egy ilyen gyanunk helyesebben, hogy esetleg ebbe a kályhába ő begyújtott, és ez okozhatta a tüzet. Rendkívül sok limlom, rendkívül sok mennyiségű anyag található a környezetében az elégett bódénak. Sikerült elfogni azt a 19 éves komlói fiatalembert, aki az elmúlt hetekben Pécsett éjszakánként magányosan hazafelé tartó nőkre vadászott. Az illetőt előzetes letartóztatásba helyezték. December 23-án kezdődött az a bűncselekmény sorozat, amelynek végére most sikerült pontot tennünk. A 30-as busz végállomásánál a nővérszálló mögötti területen kapott el egy fiatal hölgyet, az akkor még ismeretlen tettes. A közeli bozótba vonszolta, összeverte, majd elvette gyűrűjét és 1500 forint készpénzét, majd ezt követően ő nem erkölcselleni bűncselekményt követett el a sérelmére. Ezután, az eset után hasonló bűncselekményből még több is előfordult a városban, főleg a környéken, a Kodály Zoltán úton is, ezen a területen szinte ugyanezzel a módszerrel csinálta az elkövető ezeket a dolgokat. Összesen két rendbeli rablást, három rendbeli szemérem elleni erőszakot, szemérem sértést, súlyos testi sértést valósított meg az elkövető.
azonosak voltak a cselekmények elkövetési módszerei és a helyszínek közelestek egymáshoz. A személyleírások is megegyeztek, ebből gondoltuk már a bűncselekmény sorozat elején, hogy azonos elkövetővel van dolgunk, és ez vasárnap, tehát február 14-én konkrétan be is bizonyosodott, amikor is elfogására került sor. Következő történetünk főszereplője is egy hölgy, de nem mint sértett, hanem mint gyanúsított. Két másik társával csoportosan elkövetett rablás miatt került a rendőrségre. Egy idős férfi pénzét vették el. A barátnőm nekiugrott, és elgáncsolta, és leteperte a földre. És akkor a másik barátnőm kivette a pénztárcáját. Nem volt erős ez a férfi, hogy önökkel birokra kerjen, vagy három nőt legyőzzön? Én álltam. Vagyis ketten álltunk. A barátnőm elég erős. Vetékedik egy férfinak az elejével. Ő rátérdelt a mellkasára, lefogta a két kezét. Nem tudott védekezni? A férfi nem tudott védekezni. Azon kívül, hogy rúgott, meg kiabált. Mennyi pénzt vettek el tőle? 37 ezeret. Mire költötték el ezt a 37 rongyot? Ezt 20 ezeret én tőle, amit a rendőrségen lefoglaltak. Igen, se tudták verni? Nem. Hamar elfogták akkor ezek szerint magukat? Igen. Rögtön utána, vagy volt az egy kis idejük még kint? Volt egy óra talán, amennyit még kint töltöttünk. Hát akkor mégsem érte meg ezt a rabit megcsinálni. Hát ez az. Hát gondoltam már, hogy mibe keveredett? Igen. Meg az azért kérdezem, mert ha jól tudom, van családja. Igen. Mennyi gyerek? 4. Rájuk most ki vigyáz? Volt élettársam, állítólag. Azt ugye, hogy mi van a gyerekekkel, hogy vannak? Semmit nem tudok. Az élettársa már beszélt önnel? Azt mondta, hogy haragszik rám, és nem kíváncsi a pofámra. Most mi lesz magával a gyerekekkel? Mi lesz a továbbiakban? Anya nélkül néhány évig gyereknek lenni, ez egy borzasztó dolog. Hát igen, ha nem tudom. Én azt tudom, hogy ezt a férfit nem bántottam. A pénzen osztozkodtam. Talán nem kapok sokat érte. Hány évre számít? Én 3-ra. Betörők után nyomoznak a siklósi rendőrök. Az egyik kisközségből tűnt el nagy mennyiségű, különféle numizmatikai ritkaság. Ki a bűncselekmény sértetje? Egy Baranya megyei kisközség polgármestere. Mit vittek el tőle? Hát numizmatikai értékeket, régi pénzeket, amiben elsősorban római kori pénzérmék voltak. Aztán az újkeleti érmék is voltak közte, tehát a régi háború környéki magyar pénzek, valamint néhány családi ereklye ékszer. Mennyi érték tűnt el? A sértett a feljelentése során 2 millió forintot jelölt meg kárértéknek. Ez otthon volt a lakásán? El voltak ezek zárva, vagy biztonságosan voltak? Könnyen hozzáfértek az elkövetők? Hát a szokásos, ahogy Magyarországon dívik, vagy a láda fiába szokták elrakni az értékeket, tehát ez most pontosan a szobában volt egy zárt szekrényben. Már a helyszíni szemle során is próbáltunk adatot gyűjteni, próbáltunk tanúkat felkutatni, megjegyzem, nem eredménytelenül. Majd néhány nap elteltével a határőr kollégák egy közlekedési ellenőrzés során megállították azokat a személyeket, akikről nekünk volt elképzelésünk. Tagadtak ezek a később gyanúsítottak, ugyanakkor van egy corpus delicti, ha úgy tetszik. A sértettet az elkövetés után felhívtuk arra, hogy készítsen rajzot ezekről az eltűnt jellemzőbb értékekről, melynek során, hát talán az egyik legegyedibb, a sértett nagypapájának a zsebórája, amin egyedi felirat volt látható. A többi értékről rajz készült, hogyha valaki találkozik ilyesmivel, akkor gondolom várják a bejelentéseket. Szívesen vennénk, hogyha tájékoztatnának róla. Ez volt a Sziréna. Bűnügyi magazinunk legközelebb egy hét múlva jelentkezik ugyanebben az időpontban. Hölgyeim, uraim, a viszontlátásra!